Már a negyeddöntőben búcsúzott a jégkorong Erste Ligától a címvédő Csíkszeredai Sportklub, amely összesítésben 1-4-re maradt alul a brassói korona elleni negyeddöntő sorozatban. A gyergyói hokiklub söpréssel jutott túl a dunaújvárosi acélbikákon. A legjobb négy közé jutás volt a jégkorong Erste Liga legutóbbi mérkőzéseinek tétje az erdélyi csapatok számára. A gyergyói hokiklub lesöpörte a dunaújvárosi acélbikákat a jégről. Két idegenbeli győzelme a dunaújváros otthonában 6-1-re és hosszabbítás után 4-3-ra az elődöntőbe jutást jelentette a számára 4-0-ás összesítéssel. A brassói korona sem kímélte a csíkszeredai sportklubot. A Vákár Lajos műjégpályán először 5-2-re, másodszorra 5-1-re nyertek. Így hazai pályán dönthették el a sorozatot, az újabb 5-2-es siker pedig már a továbbjutást jelentette. 4-1-es összesítéssel búcsúztatták a címvédőt. Azt gondolom, hogy egy remek csapatot sikerült két várra fektetni, ugye erre mindenképpen büszkék lehetünk, főleg arra, hogy játszottunk az elmúlt pár meccsen. Talán a hazai második mérkőzésünk nem úgy sikerült, ahogy azt elterveztük, de utána idegenbenre tudtunk válaszolni. Azt gondolom, az volt a kulcsa ennek a szériának, hogy mi végig csapatként működtünk. Mindenki hozzátett ehhez a sikerhez valamit, ami nagyon fontos, ugyanis ugye csapatsportról beszélünk. Mindenképp nagyon boldogok vagyunk már. Tudjuk régóta, Csíkszereda egy nagyon-nagyon kemény ellenfél. Úgy érzem, már évek során egy kiélezett párharc van köztünk, mondhatnánk egy derbi. Tehát ellenük egy győzelem nagyon-nagyon-nagyon nagy örömet okoz. A legjobb négy közé eddig a Budapesti Jégkorong Akadémia HC, a Gyergyói HK és a Brassói Korona jutott az Erste Ligában. Az utolsó elődöntős helyért a Ferencváros és a Miskolci DVTK Jeges Medvék harcol. Az elődöntők párosításáról az dönt, hogy a Jégkorong Akadémia kit választ ellenfélnek. Ám igen nagy a valószínűsége, hogy Gyergyói Hoki Klub Brassói Korona elődöntő sorozatot láthatunk.